Nem tűnt el a tolnai férfi futzár, még csak azt sem mondhatjuk, hogy teljesen átalakult. Igaz, szebb napokat is megélt, gondoljunk csak a tartós MB2-es szereplése a középmezőny birtoklására a második vonalban, a mostaninál jóval nagyobb reflektorfényre. Azonban 2018-ra, mint egy varázsütéssel megszűntek az MB2-ben való folytatás feltételei, amiben a futzár tolnai kedvelői, akik egyébként olykor megye 1-es, de zömében megye 2-es, megye 3-as nagypályás csapatokban is játszanak, nem nyugodtak bele. Szervezettségi szintjük, a játékosok száma lehetővé tette, hogy 2019-re felálljon egy olyan csapat, amely az élvonal és a másodosztály után következő Budapest-centrikus regionális bajnokságba elinduljon. Itt tavaly ősszel szárnyalt is már a tolna, sokáig ott volt az első helyen, és a negyedik helyen zárta a bajnokság őszi idényét, csak kicsivel lemaradva a másodiktól és a harmadiktól. Amikor megkaptuk az engedélyt a tolna a városi futballcsapattól, ugye, hogy megye egyes játékosokat is játszassunk, ekkor érkezett hozzánk ugye a Pál Achilles-Karst László páros, és akkor kezdtük el építeni a dolgokat. A tavalyi regionális bajnokságban az első fél szezonban utolsó pár helyezést értük el, és téltől nyár közepéig, ugye amikor a bajnokság véget ért, följöttünk egészen a negyedik helyig, és egy ponton múlott a második hely megszerzése, szóval ott egy húzamban 14 mérkőzést nyertünk folyamatosan. Úgy látják, legfőjebb a jelenlegi listavezető Sziget-Szent Miklós erősebb náluk, de az előttük álló másik két csapat megelőzhető, így dobogós elképzelésekkel készülnek a tavaszra. Ehhez sikerült időközben megerősíteni is a csapatot. Frankowski Dániel, őt sikerült most visszaszereznünk, kölcsönbe. Igen, sikerült kölcsönbe visszaszereznünk egy fél szezonra, aztán meglátjuk, hogy sikerül a feljutás, hogy nem. Az Aram is számít a Danira is jövőre, de úgy gondolom, hogy ha olyan eredményeket érünk el, akkor a Dani hozzánk fog kötődni, legalábbis reményeim szerint. Valamint a Bátaszéki megye 1-es csapatból szeretnék két játékost igazolni, még velük is már megvan az egyesség, járnak edzésre is. Elvileg a klub is már engedélyezte nekik, csak még a papírok vannak vissza, és akkor úgy gondolom, hogy minden megoldható lesz. Csikós Gergelyről és a Bátaszéki nagy csapatnál már bemutatkozó régi Dominikról van szó. A Tolna Bogyiszló megye 2-es csapatából többen is futzáloznak a Tolna VFC-ben. Ezek egyike Sós Gergely, akinél, mint mondja, jól megfér egymás mellett a nagypálya és a futzál. A megye 2-es csapatban csapatkapitán vagyok, és jobb védőt játszom. És úgy gondolom, hogy a futszál az egy nagyon jó kiegészítő sportág, és szerintem már az utánpótlás nevelésben is nagyobb hangsúlyt kéne lefektetni. Nagyon sok egypasszos játékra megtanít, gondolkodást fejleszti, technikailag nagy előrelépés szerintem, hogy az ember futszálzik nagy pálya mellett. Tehát úgy gondolom, hogy a hobbim felül a futszált azt be kéne a nagypályás képzésbe is építeni mindenképpen. Jobb oldalon nagyon sok kis játék van, kis passzos játék van, kis területen, ha megoldjuk, akkor nagyobb nekem is a területem, többet tudok előre mozogni, ezáltal sokkal jobb esély van helyzeteket kialakítani. Itt nagyobb sikerélményem van, és jobban várom a futszálmeccseket, mint a nagypályást. A tolnai VFC futzálosai azt tervezik, hogy már 2020 tavaszán olyan eredményt érnek el, hogy visszatérhessenek a vágyott MB2-be. Edzőjük amondó, hogy az élvonalbeli szereplés sem a cifi kategóriába sorolható, amikor egymás közötti beszélgetésekben már a távolabbi jövő is szóba kerül.